Na hát, srácok! Na gyere! Te srácok, a mai téma az igazából szerintem egy kicsit megosztó lesz köztetek is. Urbex. Ugye, mi az az urbex? Ugye ilyen elhagyatott régi épületekbe, objektumokba bemennek az emberek, nézelődnek, körbejárják, tök érdekes egyébként. Tök jó egyébként, nagyon jó feelingje van. Az őszintét megvalva, az utóbbi időben én is rákaptam erre a témára. Nagyon sok Facebookos csoportba beléptem, és mint aki követi az oldalamat, a Facebook oldalamat, azt majd beteszem ide a leírásba, ha esetleg nem tudnátok. Van egy-kettő ilyen kép fent. Összeismerkedtem egy emberrel, aki elég sok ilyen helyen jár, és tud ebben segíteni, hogy melyiket honnan érdemes megtekinteni, stb. Természetesen az urbexezés első szabálya, ugye szokták azt mondani, hogy ne add ki a helyet. Na de miért ne add ki a helyet? Ugye, Facebook oldalam is egy jó pár képnél ott van az, hogy ez hol található, mégis merre van, hogy mentél be, stb. Srácok, ne kérdezzetek ilyet, legyetek szívesek, mert nem fogom megmondani, jó? Magamból csinálnék egy hülye idiótát, ha megmondanám. És hogy miért nem fogom megmondani? Hát nézzétek meg a képeket. Azért, mert a sok gyökér degenerált, bemegy, törzúz, szétver mindent, meg firkál össze-vissza mindent. Ez szerintetek normális? Egy 1800-as években épült zicsi kastélyt szétcseszni teljesen? Hát elmentek ti a büdös picsába. Hát nem normálisak az emberek, komolyan mondom. Arról nem is beszélve, hogy a bogotaiak lelopták a résztetőt már a kastélynek a negyedéről, feléről, nem is tudom. És mi van? Semmi. Ott rohad ugyanúgy az épület. Hát gyerekek, szerintetek milyen összeg manapság felépíteni egy ilyen kastélyt? Hány milliárd forintba kerülne? Szinte minden kastélyban egyébként, ami elhagyatott, szálloda üzemet, akár a Kégül kastély, vagy a legutóbbi kastély, ahol jártam, a Zicsi kastély, a Zicsi Hadik kastély pontosabb nevén. Alapvetően meg egyébként, hogyha ennyire érdekel titeket, hogy hol van, akkor egy kis Google, tudjátok, a Google az segít. Szépen bepötyögitek, és már ki is dobja, hogy hol van, mikor épült, stb. Én nem fogok nektek válaszolni ilyen kérdésekre, előre is elnézést kérek ezért, ne haragudjatok. Tehát rákaptam én is ilyen dolgokra, nagyon-nagyon sok van az országban. Meglepően sok, srácok, elhagyatott szállodák, elhagyatott kastélyok, épületek, egy csomó egyébként volt nagykövetségek, és egészségügyi intézmények. Aha, na hagyok időt, nálunk olyan rendben van minden, gyerekek, nem kell több kórház, nem kell semmi nekünk, ugye? Ott rohadjon meg, aztán viszontlátásra. Majd akkor lesz az szerintem értelme az egésznek, hogyha arra is jön valami uniós pályázat, mit tudom, én mondok egy példát, meg lehet csinálni, fel lehet újítani azt az egészségügyi intézményt, most teljesen mindegy, hogy melyikről beszélek, azt az egészségügyi intézményt fel lehetne újítani mondjuk 600 millió forintból, jön rá egy uniós pályázat 2 milliárdért, majd meg is lesz csinálva. Ugye? Akkor majd foglalkoznak vele, de úgy, hogy majd két hónap múlva majd a kivitelező cég el fog tűnni igazából, mert a garanciális munkákat már nem fogják megcsinálni. És ezért egyre több és több és több elhagyatott épület van Magyarországon. De olyan eszméletlen szép helyeken, nem is értem egyébként, hogy a fenébe lehet az elhagyatva. Jelenlegi állapotában is olyan, hogyha azt a sok törmeléket, meg azt a törészúzást, amit tényleg idézőjelben embertársaink, mert inkább ezek állatok voltak, vadállatok, tehát embertársaink, amit csináltak ott, kilapátolnánk onnan, kicserélnénk az ablakokat, mert természetesen az az első, hogy az rommá törik, szarrá törnek minden ablakot, tükröt, nagyon-nagyon fontos, ezzel kell kezdeni, igazatok is van, gyökerek. Tehát, hogyha azokat kicserélnénk, simán be lehetne költözni, gyerekek. Mindjárt rakok ide be nektek képet, tök jó, patika az egész, de tényleg. Nagyon szép, gyönyörű szép cserépkályhák. Hát tudjátok, milyen meleget ad az? Még emlékszem, régen kölyök voltam, a dédi mamának volt a házában cserépkályhája. Hát gyerekek, az egyszer be van gyújtva, az nyomja a meleget azért jó ideig. Felfűti ezt az egészet, és utána nyomja a meleget. Na most ebbe a kastélyba is, ebbe a Zicsi Hadik kastélyba bőven van cserépkályha. Majd egy-kettő képet ide tényleg beteszek nektek, ott jártam és csináltam képeket. Tehát olyan értékek még mindig ott vannak, nyilvánvalóan vastelepre nem lehet leadni, ezért ott van hagyva, de alapvetően, viszont ha ezeket pótolni kellene, akkor az eszméletlen sok pénz lenne. Nem szeretnék itt részletezni dolgokat, nem szeretnék igazából semmit sem kiemelni, nem véletlen, ugye? Igen, mi a baj? Bocsánat, csak közben nagyságos asszonynak valami
aggája akadta a mondandómmal vagy a videóval kapcsolatban, nem tudom. Egy valamiben segítsetek nekem, legyetek kedvesek. Itt van tőlünk nem messze Mezőfalván a volt laktanya. Mert nem is tudom, hogy mikor, hát mikor ugye bezárták azt a laktanyát, igazából innen elhordtak mindent. Tehát itt egy elég jó légvédelmi bázis volt, rakétabázis. Oda szeretnék én bemenni, viszont ezt a mai napig igazából őrzik. Hogyha valamelyikőtök esetleg tudná azt, hogy milyen módon lehetne oda bejutni, nem lennék hálátlan. Nagyon szívesen oda bemennék igazából, és körbenéznék. Titeket érdekelne ez az urbexes sztori, ez a ide-oda járkálás, kicsit elhagyatott épületek bemutatása, ahogy csinálnék videót. Ha ez érdekelne titeket, akkor írjátok meg kommentben. Viszont, ha tudtok még ilyen helyeket, tényleg amit érdemes megnézni, mondjuk szép helyen van, vagy olyan érdekes története van, amit érdemes lenne szerintetek bemutatni, akkor azt legyetek szívesek, írjátok meg nekem, akár kommentbe, vagy akár privát üzenet formájában. Úgyhogy ez a videó nagyjából most ennyi lenne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Várom az észrevételeket, kommenteket. Találkozunk a következő videónál is. Sziasztok! Integes, köszönjél te is! Ne csak mindig aludjál! Sziasztok!